szép magyar települések, érdekes események. Hát, kedves nézőink, mi rátaláltunk egy településre, de én azt hiszem, hogy azt a dalt mindenki ismeri, hiszen általános iskolában is tanultuk, hogy te vagy a legény, tyúkodi pajtás. Na, ebből kitalálták, hogy egészen biztos, hogy tyukodról lesz szó, és egy igazi tyukodi legény van itt velem, aki nem más, mint a polgármester úr, Cibere József. <laughs> Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm, hogy idejött. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Tyukodról szinte semmit nem is tudunk. Hol fekszik, merre találjuk? Tyukod Szabolcs-Szatmár-Berek megyébe, a Szatmári részen, Mátészalka és Csenger között található. Két mezőváros, két kis mezőváros közé ékelődött ez a településbe, az Ecsedi Láp szélére, Nagy és Csenger települések közé. Közigazgatásilag mind a két településsel határosak vagyunk. Ez már nagyon érdekes, hiszen nem sok olyan településről tudunk, ami egy szélén épült. Ez nem veszélyes? Valamikor veszélyes is volt a láp, meg megélhetést biztosított az embereknek. Tehát ugye a tyúkodon a ősi foglalkozása, a csikászat, halászat, gyékénykötés, tehát ez volt az embereknek a fő foglalkozása. Ez jó, én nem is tudtam, hogy nem csak a láp szelleme, meg a lidérc él ott, hanem ezek szerint hasznos halak. Halak éltek majd, ugye, mikor megindult a láp lecsapolása, ezt követően megváltozott a, az egész rendszer, az egész világ, az egész klíma uh -huh. a lecsapolt lábból termőföldek lettek. És ugye itt elindult a mezőgazdasági termelés ezeken a területeken. Ez mára is jellemző? Hát ugye most már nagyon kevés láb található már. Most felvetődik egy olyan gondolat, hogy egy ősláp visszaállítás a tyúkod nagyecsed települések közé, ez napi renden van a nagyecsedi polgármester kollégával, valamint az országgyűlési képviselőnkkel a turisztikai dolgok miatt, a turisztikai szempontok miatt. Nagyon okos gondolat. Hát én biztos, hogy elmennék megnézni, hogy milyen is volt valamikor egy láb. Igen, hát nagyon érdekes lehetett ez annak idején, mert ugye én ott nőttem fel gyerekként, még emlékszem arra, mikor ezek a lecsapolt területeken tőzek talaj volt, és a tőzek talaj meggyúlt, és égett a láb. Tehát Jé. nagy, több hektáros területeken égett ki, és ugye majd ezt újra bevonták termelésbe. Uh -huh. Na, hát akkor most nagyjából tudjuk, hogy hol van tyukod, ha úgy körülnézünk, milyen a természeti környezet a lápon kívül. Sikságot képzeljünk el, vagy azért vannak dombok? Hát, sikságot, mivel ugye a Szatmári Sikság szélén is van a település, tehát e, dombjaink nincsenek. Tehát ugye távolabb vagyunk a nyírségtől, ahol futóhomok, meg itt ott alakultak ki domsorok, de tehát nálunk ez nem jellemző. Sikságok vannak maga a, a természetünk a természet az úgy néz ki, hogy mezőgazdasági területek, Erdők és nagyon kevés gyümölcsös, de jellemző azért, hogy gyümölcsösök is vannak, de a fő a mezőgazdasági terület. Mióta van tyúkod? Az 1200-as években jelzik először tyúkodot. Annak idején az egyik elődöm, Berecki István felkérte dr. Szalai Zsiga bácsit, aki egyébként tyukodi születésű, ő, dr. Szalai Zsigmond a horti rendszerben már az eltént végzett, tehát jogot végzett, hogy dolgozza fel tyukod, történeteit és néprajzát. Zsigabácsi eleget tett ennek a kérésnek, ebbe a kis könyvbe megtalálhatjuk azt is, hogy először tyúkodott, eketyúkod, bürgezd, valamilyen ilyen néven jegyezték, az 1200-as évekbe, tehát egy nagyon régi települést, tyúkod. És akkor talán nem is a tyúkból ered a tyúkod Egyáltalán nem a tyúkból ered, úgyhogy. Én azért megmutatom ezt a gyönyörű könyvet, bár biztos lesz még róla szó. Mikortól lehet azt mondani, hogy most már fölvette a mai arcát? Hát a 1800-as évektől lehet mondani. Ugye mikor megtörtént a láp lecsapolása, a Békés Csongrád megyéből kubikosok dolgoztak tyúkodon, egy úgynevezett keleti övcsatornát építettek, és tehát akkor kezdte felvenni a jelenlegi állapotát a település. Hát ezek közül a kubikosok közül sok ott is maradt Jukodon, letelepedtek, ott alapítottak családot. Tehát innentől kezdve a Zsigabácsi könyvébe megtaláljuk, hogy a 1800-as években olyan 8900 900 lelkes település volt, majd az 1950-es évekre 4000 lelkes település volt. Az már ott. nem kicsi, Igen. és most hogy állunk? Hát most tíz éves stagnálunk, 2020-30 lélekszámú, tehát nálunk jelenleg nincs csökkenés a lélekszámba, tehát tíz éve olyan 2020-30 lélekszámú. Hát akkor tehát akkor nem mennek el az emberek, mert születnek a gyerekek. Igen, igen, igen. nem mennek, de azért a fiatalokra jellemző, mert ugye nagyon sok fiatal tanul nálunk. Azok elmennek, de mégis megvan a létszám, visszajönnek, tyukoron megtalálják a megélhetésüket, és maradnak. Nem is olyan régen a Kossuth Rádióban szólt a déli harangszó. Hát egy kicsit ismerkedjünk meg a templomával. Egy gyönyörű szép református templomunk van. A csak könyvében ezt is megtaláljuk, hogy hogyan építették ezt a templomot, lakosság építette, ezt a templomot, többször került felújításra. Ez a déli harangszó, ami elhangzott, ez nem az új harangunkból, mert nekünk 2019-ben egy új harangot öntött a református egyház, és az van, mert a régi az megrepett és tönkrement. Itt ugod egyébként egy református település, a lakosság 95%-a református, a gyönyörű szép templomunkkal. Gondolom, hogy akkor szívesen el is járnak oda. Igen, járnak, persze, természetesen. Hát ö, ugye nem a teljes lakosság, de ö, csütörtök, ö, vasárnap a istentiszteleteken ö, azért elmennek az emberek. Igen. Na, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy milyen épületeket találunk ott. Mi az, ami régi és szép? Hát először is a templom ezek szerint. Há, igen, a templomunk a legrégibb. Ugye az épületeink részben van egy iskolánk, amit 1920-as évek végén építettek. Utána a valamennyi épületünk új épület, tehát az 1900-as években épült, egyetlen kivételével, ami egy kastély épület, az az 1800-as évek második felébe épült, hát sajnos ez nagyon rossz állapotban van, tehát ezzel kellene nekünk valamit kezdeni, de majd még szót váltunk róla, hogy mit is gondolunk ezzel. Van még egy igazi látványosság tyukodon, az pedig a vízhez kapcsolódik. Igen. Van nekünk egy gyönyörű látvány tavunk. Tehát, hogy beérünk Tyukodra, jobb kész, hogy mindenki el felkapja a fejét, hogy mi. Hát ugye ennek nagyon érdekes története van. Ez egy záportó volt, valamikor egy nádas, rossz fákkal, meg 1998-ban, amikor Tordján József, akkor ugye kisgazda politikus, megérkezett Tyukodra. Ott meglátta ezt a tavat, mi ez itt egy nádas. Azt mondta Józsi bácsi, hogy én ebből csináltatok a tyukodiaknak egy látványtavat. Hát gondoltuk, beszél politikus, hát ígérget <laughs> Hát majd csak e, eltelt egy év, mikor valóban parlamenti képviselő, miniszter is lett Józsi bácsi. Egyszer csak a Hortobágyi Nemzeti Park dolgozói megjelentek, és ezt a tavat megnézték annak rendje hogy egy gyönyörű látványtavat varázsoltak belőle. Az önkormányzatunknak egy fillérbe se került, gyönyörű parka közepén, majd később már fából szobrokat faragtunk bele, filegóriát készítettünk, tehát gyönyörű, szomorú fűszfával körbe. Igaz, hogy most egy kicsit visszaváltunk belőle, mert most, hogy voltak a rossz idők, de erdész és körzetvédelmi szakember tanácsai szerint ezt megcsináltuk, tehát ez egy gyönyörű látványt A faragást látom, hogy nagyon szeretik. Van még egy terem, amiben csodás faragványok vannak. Igen, van egy gyönyörű házasság kötő termünk. Egy Schmidt nevű vásárosnaményi fafaragó csinálta ezt a termet, valamikor vagy 25-30 évvel ezelőtt, és vagy három évvel ezelőtt újítattam fel már én, mert ugye hát az a fa is csak kopik, meg minden, tehát Gyönyörű házasság kötő termünk van, faragott e, fából. Jó, és akkor mit említsünk még meg? Szinte mindenünk van gyúkodon, orvosi rendelőnk van, tájházunk van, biztos kezdett házunk, művelődési házunk, tehát iskolánk van, torna termünk, új ebédlőnk van, ami tíz éves, tehát szinte minden megtalálható. utak? Az útjainkra nagyon érdekes dolog, ugyanis a, a, az elődeim igényesek voltak erre. Tehát tyúkodon eh, elmondhatjuk, hogy nincs olyan út, ahol nincs szilárd burkolat. Tehát teljesen eh, szilárd út. Már most ott tartunk, hogy. Eh, Ugye minden évben a költségvetésben biztosítunk útfelújításra, önkormányzat utak felújítására bizonyos forrást, hogy mi már olyan utcákat is felújítunk, ahol nagyon kevesen laknak. Először ugye a, a sűrűn lakott területeket uh -huh. újítottuk fel, utakat újítottuk fel, most már ott tartunk, hogy a ritkábban lakott utakat is felújítjuk. Hát erről csak azt tudom elmondani, hogy 8 éves polgármesterségem alatt az önkormányzat utakra olyan 60-80 millió forintot költöttünk felújításra. Tehát igényesek vagyunk, hogy legalább tudjunk hol közlekedni. Gratulálunk, sőt, hát elmondhatjuk, hogy tyukodon az infrastruktúra teljes mértékben rendben van. Teljes mértékben rendben van, a 80-as évek eleje óta ivóvizünk van, 2001 vagy 2002-ben szennyvizünk van, tehát teljesen ki van építve az infrastruktúra. Hát ugye most már a mai világban a vezetékes tévék, a, így van, ezek, a különböző az kerül most, telefon. Igen, igen, tehát minden elérhető tyúkodon. Tehát a közvilágításunk már most kétszer lett felújítva, tehát energiatakarékos felújítást végeztünk, úgyhogy teljes mértékben az infrastruktúra biztosított lyukodon. Ugye nekem polgármesterként ezt az elődeim megcsinálták, ezt karban... Nem mondja, hogy semmi dolga nincs. De van dolgom, mert ezeket karban kell tartani, és... Természetesen, ha szükséges, akkor felújítani. A közelmúltban például az Ivovis hálózatunknál történt felújítás, van egy ivóvíz tisztító berendezésünk, és annak az épülete került felújításra. Tehát nekem most már van feladatom, természetesen majd még beszélünk róla, mert vannak még hiányosságok, ami kellene tyúkodra. Jó, a terveket kicsit későbbre tesszük, mert én mindig úgy örülök, amikor erre a stúdióasztalra ránézek, és azt szoktam mondani, ugye, hogy terülj, terülj asztalkám. Hát most megint annyi finomság van rajta, mint a mesében. Én, ha egyet itt megnézek, ez például ecetes céklaszelet. Hát mit kell tudni, hogy kapcsolódik a település gazdaságához mindaz, ami most itt az asztalunkon van? Ez egy érdekes dolog, a tyúkod gazdaságáról, ha beszélünk. A tyúkodi emberek mindig megtalálják a kiutat, tehát ugye nagyon érdekes, hogy valamikor, mikor a lápot lecsapolták, akkor még a horti rendszer előtti időkben burgonyát, krumplit termeltek Aha. az emberek. Már akkor, az 1910-es években ez működött tyúkodon. Ez egy részvénytársaság működtette ezt. E, ugye a második világháború után ezek tönkrementek, tehát ugye ismerjük a kérdéseket, hogy hogyan is történtek ezek a dolgok. Ezt követően az ipar azért csak fejlődött tyúkodon, mert az 50-es évek elején létrejött lyukodon egy gépállomás, gépjavító állomás, a térségből a traktorokat ott javították télen fel, onnan szolgáltatták a gazdálkodóknak a gépi szolgáltatást már az 50-es évek elején, és épült a két település között, mi porcsalmával határosak vagyunk, Hál' Istennek, Tyukodi közegözgatási területen egy kendergyár. A kendergyár ugye hagyománya volt a térségben a roskender termelésnek. Uh -huh. Ugye ez egy munka igényes növény. A 60-as évek második felébe valakik úgy döntöttek, hogy ebből a kendergyárból konzervgyárat kell csinálni. Hát konzervgyár lett belőle a nyíregyházi konzervgyárnak egy gyáregsége lett ebből a konzervgyárból. Ez a konzervgyár a 90-es évek elejére, tehát ezért a rendszerváltásra nevezzük így, uh -huh. egy virágzó konzervgyár volt. Úgy képzeljük el, hogy e, akkor még Szovjetunióról beszéltünk, a Szovjetunióból átszerelt vagon, tengelyátszerelt vagonok érkeztek Tyukodra, a Tyukodi Vasútállomásra, hogy a konzervgyár termékeik elszállítsák a Nagy Szovjetunióba vitték ki a finomságokat. Igen. Na majd a rendszerváltás egy tíz évig stagnált ez a konzervüzem. 90-es évek végén egy térségből elszármazott Szórádi Sándor nevű vállalkozó megszerezte a tulajdonjogát ennek a konzervgyárnak, és innentől kezdve ez a konzervgyár elkezdett fejlődni, virágzani. Odaért mára, hogy ezekkel a rege termékekkel ilyen néven szerepel, Európa szerte ismert. Ebből a, a rendszerváltáskor elhagyott kis konzervgyárból egy 7-8 milliárdos üzemet hoztak létre. Hát gratulálunk, mert ez nagyon fontos egy településnek, hogy legyen egy jól működő ipari igen, oldala. És mellé élelmiszeripar, mert ezeknek a termékeknek, amit itt látunk az asztalon, egy részét tyukodon termelik, meg a tyukodi őstermelők a uborkát, karfiolt, szilvát, és tőlük vásárolja fel a konzervgyár, és ugye ebből biztosítják a megélhetésüket. Hogy ez milyen gyönyörű, ha már karfiolt említettük, Csodaszép karfiol virágok, és gondolom, hogy ez már alig kell főzni, ez már ilyen Igen, betűnt, előkészített valami. És tulajdonképpen mindjárt munkát ad akkor a helybelieknek. Igen, igen, hát azért ez a konzervgyár 250 dolgozónak ad folyamatosan munkát. Tehát és természetesen Plusz még vannak a szezonális munkák, tehát nagyon jó. Betakarítás, ez az, az Ö, így, vagy ugorka, pedig. A kukorica gyártás mikor mm -hmm. van, tehát az alapfoglalkoztatott 250 fő. Tehát... És akkor még időszörről időre akár kellenek Igen. Itt például most szilvát látok, és ha nem haragszik, egy gyorsan, egy kicsit belenézünk, hogy mi mind, ez már tormás. Cékla saláta, jaj, de gyönyörű színe van, de nézzünk egy zöldet. Ez például kovászos uborka. Kedvenc ételem a kovászos uborka, anyám kötött tetszetes csuporba, ez pedig a jól látom csalamádé. Tényleg nagyon gazdag a választék, itt ez uborka szintén, uborka saláta. És akkor segítsen, mi van itt még pici. Birsalma. 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 Az is van? Birsalma, lekvár. Az milyen ritka. Én... Jaj, de gyönyörű. gyönyörű. és nagyon finom. Gyönyörű, nézzék meg, hát már csak az a kanál hiányzik. Legközelebb ezekbe is bele fogunk kóstolni, szoktunk ilyet. Ez megint Burgonya saláta. Egy... Na, ilyet még nem láttam üvegbe. Burgonya saláta. Hát hiába, jó dolguk van a mai házi asszonyoknak, és még ott látok talán az is, nem, az vörös káposzta. Vörös káposzta, igen, tehát. Szóval egy kicsit most megcsócsálgattuk az üvegeket legalább így kívülről, tehát akkor ez azt jelenti, hogy most munkát ad, sőt, Európa hírt adtyukodnak ez az egész gyár. Ők is terveznek valami fejlődést még, vagy ez folyamatosan megy náluk? folyamatosan ö, megy a fejlődés náluk, tehát mint ahogy említettem, e, ugye a 90-es években szinte nem is működött ez a üzem, csak bérlők jöttek, mentek, e, folyamatosan fejlődik, tehát e, és csemege kukoricából nem hoztam, de óriási mennyiségű csemege kukoricát dolgoz fel. Na hát meg nem beszélve azért az önkormányzatnak is jó dolog ez, Igen. mert jelentős iparizis adót fizet a konzervgyára az önkormányzatnak. Valamiből élni kell. Valamiből élni kell, így van. Na, akkor viszont térjünk vissza az önkormányzatra, hogy mik az önkormányzat tervei. Igen tehát mint ahogy előbb említettük a beszél minden úgy gondoljuk mindenünk van de ez nem teljesen igaz mert e, van ami még nincs amit még meg kell hogy csináljunk. E, gyerekeinknek nincsen játszótér tehát a közeljövőben mindenféleképpen egy játszóteret kell. E, én úgy gondolom hogy ezt meg is fogjuk tudni csinálni. E, Valamikor mindig volt bölcsődénk. Most nincs bölcsődénk, illetve már most már lesz bölcsődénk, mert a közelmúltban... No, azért, hát jön a sok gyerek. Igen, így van. 60-70 nullától három éves korú gyermek van odon. A közelmúltban egy pénzügyminisztériumus pályázaton 190 millió forintot nyertünk bölcsőde építésre. Hát jelenleg a közbeszerzés zajlik, tehát ha minden jó sikerül, akkor a tavasszal elkezdődik egy kétcsoportos bölcsőde építése. Ami még gondunk, a településen mindössze egy konyha van. 250 adagos, hát ugye több mint 250 gyerek van az iskolába, óvodába, meg a bölcsőde is beindul, de még ott főzünk az időseknek is. Uh -huh. Tehát nekünk egy konyhára van szükségünk, ezt is megnyertük, egy konyha pályázatot 40 millió forintra. Jó. Az eszközöket már beszereztük, csak az épület kijelölése van még folyamatban, hogy pontosan hol fogjuk ezt a konyhát létesíteni. E, ami még nagyon fontos, e, ugye a környező településeken mindenhol. Lehet találni termelői piacot. Igen. Hát a tyúkodi embereknek is igénye ez, hogy egy termelői piac legyen. Most zajlik a pályázat készítése, vidékfejlesztési pályázat, Igen. egy termelői piac létrehozására. Beszeretnénk a közeljövőbe egy idősek otthonát, tehát nem bent lakásost, hanem ahol a időseknek a nappali ellátás, az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás jönne létre, és ebbe az épületbe uh -huh. lenne ez. Hát gyönyörű szeretnénk. nagy a sok minden beleférne, még akár egy színházterem is. Igen, hát ha nem is színházterem, de könyvtárat tervezünk uh -huh. bele, mert van ugyan nekünk most is könyvtárunk a művelődési házba, a kultúrházunkba. Valamikor is a Kastélyban volt a könyvtár, tehát úgy tervezzük, hogy ha ez sikerülne, a következő uniós pályázatból, amivel ugye már váltottunk is szót a országgyűlő Kovács Sándor országgyűlési képviselőnkkel, ugye abba állapodtunk meg, hogy ez mind a kettőnk tartozása a falu felé, uh -huh. úgy, mint ő neki országgyűlési képviselő, nekem meg, mint polgármesternek. Tehát ezek lennének a legfontosabb közeljövő feladatai, hát úgy gondolom, hogy van feladat. Van feladat, hál' Istennek, mert hiszen a legszebb az út, amíg eljutunk a célunkig, úgyhogy kívánom, hogy mindez sikerüljön. És a hagyományőrzésről félig beszéltünk, hiszen ennek a könyvnek a megjelentetése, ez már az. Igen. Van nekünk egy tájházunk, amit a Szalai Zsiga bácsi, Lányai hagytak ránk, tehát ajándék 100 forintért az önkormányzatnak adták. Tehát ebbe megtalálható a szövőszéktől kezdve, amit valamikor az őseink a e, zsákokat, mert ugye nem műanyag zsákot használtak, tehát minden megtalálható ebbe a tájházunkba. Hát e, e, szeretnénk ezt is e, e, bővíteni, meg hát felújítani, Isten igazából mi megcsináltuk önkormányzat saját erőből, de esetleg egy tetőcserét vagy valamit szeretnénk ezzel is kezdeni. A hagyományok, van tyúkodon egy népdalkör, tehát ez teljesen egy, hogy úgy mondjam, tyúkodiakból alakult, szeretik a társasági életet, és akkor ezek összejöttek tizen 4-15 tagú, és akkor minden szerdán, most a mióta ez a járványügyi helyzet van, ez kimarad. Hát tehát sajnos. minden szerdán nekik van egy kis összejövetel, és minden rendezvényeinken, meg más települések, mert eljárunk más településekre is, különböző rendezvényekre, uh -huh. mit lyukodjak, ezek mindig fellépnek, rezed a Népdalkör, ez a pontos neve, mindig ott vannak, Felépnek és viszik tyúkot hírnevét. Hát kedves polgármester úr, én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent sikerült elmondani tyukodról. Egyrészt azt, hogy mióta van, milyen különleges a település elhelyezkedése. Másrészt, hogy valóban a tyukodiak mindig megtalálták azt az utat, hogy fejlődjenek. Úgyhogy én köszönöm szépen, és Önöknek pedig azt tudom mondani, hogy csak lehessen már utazni, hiszen akkor érdemes fölkeresni tyukodot, főleg ha már meg lesz ez a különleges láb tanösvény, ki tudja, mi lesz ott még, vagy megkóstolni ezt a sok-sok finomságot, bár ehhez talán nem is kell tyukodra menni, hiszen ha körülnéznek bármilyen, bevásárlásuk során, akkor biztos, hogy találnak egy jó uborkasalátát, egy csalamádét, vagy birsalmát. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt, és az idegen vezetőnk volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy itt lehettem.